A József utcai Rácz-Aladár közösségi házban az egyik legnevesebb horvát festőművész, Boris Szalama a kiállítása látható. Képeinek jó része már távol az otthontól készül, hiszen a művész tavaly augusztus óta él számüzetésben családjával Mohácson. Az akvarellek nyugodt harmóniája mögött nem véletlenül rejtőzik egy kis szomorúság. Álomszerű vallomások, vágyakról, természetről, fákról és vizekről, városokról és emberekről. A képek e hónap végéig láthatók és meg is vásárolhatók a József utca 4-ben.